Na, sziasztok srácok, Idéke vagyok, visszatértem egy újabb videóval, és ezt a videót egyébként már egyszer felvettem, fel is töltöttem, de nem volt hang. Mert hiába volt az OBS-be bekapcsolva, a fülesemen le volt némítva ez a mikrofon. Úgyhogy azért ne arugudjatok, most itt van újra ez a videó, kicsit késéssel, de itt van újra, és nézzük is meg újra ezt a trailert, ugye. Szóval már láttam, tehát nem lesz az eredeti reakcióm, de nem lesz annyira... különféle se, úgyhogy kezdjük is el, és hozzuk tovább ezt a videót, boom! A zene még mindig nagyon jó amúgy szerintem. Amúgy közben már meg is jött a frissítés, srácok, úgyhogy nézzétek meg! Nekem már le is töltötte, de még offline a szerver, úgyhogy, ja. Ja igen, van egy új AR, srácok. Van egy új AR, és egy új shotgun. Most lát, meg most lesz motor is. Mr. Beast skin. Skin. Shotgun. És itt a The Witcher skin. De jól néz ki. Mi ez a fegyver? Isten. Vettem, ezt is elég jól néz ki. Láttam egy pár képet. Ez nem lesz annyira jó szerintem, de majd meglátjuk. Elég OP lesz, hogyha tényleg ez lesz. Szóval, ahogy mondtam, Mr. Beast skin, The Doomslayer skin, a Witcher skin és egy Hulk skin is lesz elméletileg, de most már lehet látni, hogy a Witcher és a Doomslayer ott van, már csak a Mr. Beast és a Hulk lesz, gondolom akkor azok itemesek lesznek, ezek meg Battle Pass-esek. Úgyhogy nagyon tetszett ez a videó, ez még nem, rövidebb is lesz, mint az előző, nem akarom nagyon húzni. Ha tetszett, iratkozzatok fel, stb. IDK Arunás Fortnite, IDK Arunás Beatbox és IDK Arunás Beatbox a TikTok is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Írjatok le a kommentekbe, hogy mi a véleményetek erről az új cinematic trailerről, az új skinekről, új betűpest, stb. Sziasztok, srácok, szép napot! IDK voltam. Puszi.